lábak egymás mellett helyezkedjenek el, pici terpezben állunk, egészen kicsit a térdeket behajlítjuk, megtartjuk ezt a helyzetet, egyenes törzstartással előre nézünk. Marad végig a térd hajlított helyzetben, próbáljuk stabilan tartani a térdet, jobb lábunkat előre nyújtjuk, a sarkat leérintjük elől, de nem tesszük le, és visszalépünk. Megint a jobb lábat előre nyújtjuk, és visszalépünk, még egyet előre nyújtjuk, visszalépünk, és utána fölegyenesedünk. Jó, fontos lenne, hogy bal oldalon, tehát az a térd, ami a földön van, illetve az a láb, ami a földön van, a stabil legyen, próbáljuk úgy tartani, hogy se oldalra, se jobbra, se balra ne billenjen ki a térd. Másik lábbal behajlítjuk a térdeket, bal lábat előre nyújtjuk, sarkat leérintjük, és visszalépünk, megint előre nyújtjuk, sarkat leérintjük, és visszalépünk, még egyet előre nyújtjuk, sarkat leérintjük, visszalépünk, és utána fölegyenesedünk. Hasonló a kiinduló helyzet, újra behajlítjuk a térdeket, jó, és oldalra fogunk lépni, panna jobb lábbal, barna bal lábbal, oldalra lépünk, lábujjat érintjük le, és visszalépünk. Újra oldalra lépünk, lábujj leérint, és vissza, még egyet oldalra, lábujjat érintjük, vissza, és utána fölegyenesedünk. Ugyanez lenne fordítva, picit álljatok messzebb egymástól. Behajlítjuk a térdeket, jó, és akkor bal láb, illetve jobb láb oldalra megy, és vissza, oldalra nyújtjuk, visszalépünk, még egyet oldalra nyújtjuk, visszalépünk, és kiinduló helyzetbe megérkezünk. Marad még mindig ugyanez a kiinduló helyzet, picit hajlítjuk a térdeket, stabilan megállunk, és a jobb lábbal egy félkörívet írunk le, és utána visszahozzuk, levegőben végig, megint jobb lábbal félkörívet írunk le, és vissza, még egyet jobb lábbal félkörívet írunk le, és fölegyenesedünk. Ugyanez lesz bal lábbal, hajlítjuk a térdet, marad végig ez a pici térdhajlítás, bal lábbal félkörívet írunk le a levegőben, és visszalépünk, újra félkörívet írunk le, visszalépünk, még egyszer félkörívet írunk le, vissza, majd fölegyenesedünk, és kiinduló helyzetbe megérkeztünk. Következő feladathoz egy babzsákra van szükségünk. Jobb lábra, lábfejre tegyétek föl a babzsákot. Jó, egyenes törzstartással picit behajlítjuk a térdeket, és a jobb lábat még egy picit megemeljük, hashoz húzzuk, letesszük, de a térdek hajlítva maradnak. Újra fölemel a jobb láb, tartjuk a babzsákot, és vissza letesszük. Még egyszer emeljük, letesszük, és kiegyenesítjük a térdünket. Átvesszük másik lábra, bal láb fejen lesz a babzsák. Gyakorlat közben próbáljunk arra is figyelni, hogy a törzsünk egyenes legyen, tehát ne dőljetek előre. Hajlít a két térd, marad a hajlított térd helyzet, bal láb hashoz húz, babzsák marad a láb fejen, vissza letesz a láb. Újra hashoz húzzuk, és vissza letesszük, még egyet, hashoz húzzuk, letesszük, majd fölegyenesedünk, és kiinduló helyzetbe megérkeztünk. Újra egy csapatfeladat következik, párban állunk, egymással szembe, párhuzamos lábfejtartással, egyikünk kezében egy kis labdával, hajlítjuk a térdeket, végig tartjuk a térd hajlított helyzetét, és egymásnak dobáljuk a labdát, úgyhogy ne mozduljon a törzsünk, ne mozduljon a térdünk, és folyamatosan hajlított helyzetben próbáljunk arra figyelni, hogy a lábfejek is párhuzamosak legyenek, sarkakat, térdeket ne közelítsük egymáshoz, és kiinduló helyzetbe fölegyenesedünk. Ugyanez lesz a feladat, csak egy lábon állunk, bal lábat húzzuk hashoz, jobb láb enyhén hajlított térd helyzetben lesz, és így dobáljuk a labdát, próbáljuk megtartani az egyensúlyi helyzeten, így térdünk stabil, de picit hajlított helyzetben folyamatosan dobáljuk a labdát, és átváltunk a másik lábra. Bal lábon fogunk állni, jobb lábat húzzuk hashoz, szemben továbbra is egymással is dobáljuk a kislabdát, egyensúlyt próbáljuk megtartani, helyes tartásra is próbáljunk ügyelni, és folyamatosan dobáljuk a labdát. Jó, és vissza, letesz a láb, kiinduló helyzetbe visszaérkezünk. Jó, és most olyat kellene, hogy inkább egymás mellett álljatok, jó? Bal lábat hashoz húzzuk, jó. Kislabdát jobb lábunk mellé leérintjük, jobb láb mellé leérintjük a földre,
és átadjuk a társunknak a labdát. Ő is leérinti a földre, és vissza. Ez az. Stabil lábunk mellé leérintjük a labdát, és átadjuk a társunknak, közben próbáljuk tartani az egyensúlyt, és megállunk középen. Legyen egy lábcsere. Jó, stabil láb mellé leérintjük a labdát, fölegyenesedünk, és utána visszaadjuk. Így van, mind a két láb egy picit hajlított helyzetben, tehát a stabil lábunk is egy picit hajlított, tért helyzetben legyen. Leérint a labda, és átadjuk a társunknak. Még egyet próbálunk, és vissza. Így van, és kiinduló helyzetben megérkezünk. Szembe kellene állni megint egymással, csak most nem egymás mellett van a két láb, hanem haránterpezben állunk. Jó, tehát megint egy csapatjáték, párban játsszuk, egy labdára van hozzá szükség. Haránterpezben állunk, hajlított tért helyzettel, egyenes törzsel, és dobáljuk a labdát egymásnak. Megcseréljük a lábak helyzetén. Továbbra is haránterpez, hajlított térdekkel, stabilak a térdek, így van, nem mozdul a térd, mélyen vagyunk, dobáljuk a labdát, majd fölegyenesedünk, és kiinduló helyzetbe érkezünk. Következő gyakorlathoz haránterpez állásban állunk, jobb láb elől, bal láb hátul, térdeket hajlítjuk, tarkóra tesszük a karokat, egyenes törzs helyzettel picit jobbra elfordulunk, tartjuk a térdek stabil helyzetét, és vissza középre. Újra oldalra fordulunk, és vissza középre. Még egyszer jobbra fordulunk, vissza középre, és fölegyenesedünk. Megcseréljük a lábak helyzetét. Bal láb lesz elől, jobb láb hátul. Haránterpesz állásban állunk, térdeket hajlítjuk. Párhuzamos térd-lábfej helyzetre figyelünk, tarkóra tesszük a karokat, és csak törzsből elfordulunk balra, majd vissza középre. Újra balra fordulás. Vissza középre, még egyszer balra fordulni, vissza középre, fölegyenesedünk, és kiinduló helyzetbe megérkeztünk.